Nem Nagy Miklós vagyok, az Európa Könyvkiadó szerkesztője. Igen. Nem teljesen új a könyv, de a könyveti kínálatunkban mindenképpen szerepel Szinetár Miklósnak a Pályázat című könyve. Hát regény, igen, tulajdonképpen regény, ez egy levélregény. Az idős mestert, az idős rendezőt megkeresi egy fiatal pályatársaképpen. Beadja a pályázatot egy vidéki színházi igazgatói állására, és szeretne erről beszélgetni az idős rendezővel. És aztán ez a beszélgetés egy hosszú levelezés formáját ölti. A fiatal, vagy jóval fiatalabb rendező elmeséli mindazt, ami történik vele a pályázattal, és ami történik a fejében, a gondolataiban, miközben rázódul a magyar valóságnak mindaz a szennye, amit tulajdonképpen mindannyian ismerünk, de nem így, ahogy ebben a könyvben le van írva. Sok humorral, derülvel, és mégis nagyon keserűen ír a mai magyar valóságról, ami sűrítette megjelenik a pályázat körüli Herce utcában. A humorára talán csak egy példát említenék, sok elmélkedés van arról a könyvben, eszmefuttatás, hogy ez a rendszer, ez a társadalom, amiben most élünk, mennyivel jobb vagy rosszabb, mint a korábbi, és hogy mit jelentett a kommunizmus Magyarországon, ezzel kapcsolatban jó pofa sztori, amit az fiatal rendező említ, hogy amikor Willy Brandt egyszer elment Brezhnevhez látogatóba, akkor Brezhnev átfogalmazta számára a kommunizmusnak a nagy jelszavát, és azt mondta, hogy világproletáriai bocsássatok meg nekem, és Willy Brandt ekkor tudta, hogy a kommunizmusnak most már vége. Ami ezen túl izgalmas, erről is nagyon élvezetesen ír a könyv, tehát a mai magyar állapotokról, kommunizmusról, kapitalizmusról, válságról, egyebekről, de ami különlegesen izgalmassá teszi, az a rendezés titkainak a feltárás, hogy legalábbis belepillanthatunk egy pontosabban két színházi rendező életébe, és megtudhatjuk, hogy hogyan, milyen emberi gyarmosságokból vagy ifletekből születik egy színházi előadás.